Zsikó Zsuzsanna és Zsikó Zoltán lett a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Tolna megyei nagykövete. A 2010-ben indult jótékonysági program első évében 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze a gazdálkodók, az ebből őrölt lisztből készítették augusztus 20-án az ország kenyerét, a megmaradó búzát, illetve lisztet pedig egy alapítványnak ajánlották fel. Ez mára már hagyományá vált, sőt, a kezdeményezéshez 2015-ben a határon túli magyar lakta területek is csatlakoztak. Számunkra az is nagyon fontos, hogy ne csak a mezőgazdaságban élők, a mezőgazdasági termelők ismerjék ezt a programot, hanem a társadalom szélesebb rétegé is megismerhessék, és akár élhessenek az adományozás örömteli érzésével. Ennek az érdekében merült fel a gondolat, hogy legyen a Magyarok Kenyere programnak megyei nagykövetei. A nagykövetek feladata a program még népszerűbbé tétele, nem csak a gazdálkodók, de a civil szféra körében is. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárkamara Tolna megyei elnöke úgy nyilatkozott, biztos benne, hogy a Zsikó testvérpár a magyar kultúra szeretete és ápolása révén ideális Tolna megyei nagykövetei lesznek a Magyarok Kenyere programnak. Szeretnénk elmenni a nagyobb gazdákhoz, szeretnénk elmenni majd a települések polgármestereihez, és mindenképpen szeretnénk majd egyeztetni ezzel kapcsolatban, ezzel a programmal kapcsolatban, hogy én azt gondolom, hogy alulról kell szerveződjön ez, és minél több gazdához el kell vigyük ennek a programnak a jó hírét, és ahogy a magyar gazdákat és a magyar vállalkozókat ismerjük, én biztos vagyok benne, hogy sokan fognak csatlakozni ehhez, akik még ezt korábban nem tették. Ezt akár magán vagy üzleti útjaikon is hirdetik majd. 10 év alatt az adományozott termények mennyisége több mint 100-szorosára nőtt. 2020-ban már 1109 tonna búzát, és közel 6,9 millió forintot ajándékozott az alapítványnak, mintegy 8600 jótékonykodó, köztük 103 Tolna megyéből.